Sziasztok! Amióta bejelentették, hogy Logan benne lesz a Deadpool 3 ba nagyon sok rajongó esett pánikba teljesen jogosan, hogy tönkreteszik a 2017-es Logannek a befejezését, ami valóban egy tökéletes befejezés volt. De mindenki megnyugodhat, nem fogják tönkretenni, hiszen Logan behozatala egyáltalán nem olyan bonyolult a filmbe, mint azt néhány rajongó feltételezi, de ezt maga Ryan Reynolds és Hugh Jackman is elmondta. Az X-Men filmek kronológiai sorrendje korán sem arról híres, hogy olyan könnyen ki lehet rajtuk igazodni, sőt, nagyon sok hülyeség is van benne, de most nem ez a lényeg. Egyébként maga Deadpool is kifigurázta ezt a teljesen, hát nem teljesen, de azért ezt az érdekes idővonalat. A Logan film 2029-ben játszódik, tehát jóval a jövőben. Tehát nincs befolyással semmire. Nem azt a logent fogják visszahozni. Egyébként a Deadpool 2 táblista utáni jelenetében igazából meg is lelhetjük a választ arra, hogy hogy fog feltűnni Logan a Deadpool 3-ba. Amikor védi utazgat az időben, visszamegy egy olyan pontra, ahol a múltbéli furcsa önmaga és Wolverine áll szembe egymással, és hát kinyírja a múltbéli önmagát. Igazából szerintem ennyi a válasz, az a login fog nagy eséllyel szerepelni a Deadpool 3-ba, tényleg ez egy egyszerű, nem túl bonyolított, okos megoldás lehetne. A második Reynolds-os és Hugh jackman videó egyértelművé tette, hogy a Foxos Logan története le van zárva, és nem nagyon tervezik tovább bonyolítani, tehát akit a Deadpool 3 ba látni fogunk, az egy alternatív Logan lesz, vagy megcsinálhatják azt is, amit a Loki-val a sorozatba, hogy végül is Logan történetét viszik tovább, csak a variánsáit, és tekintettel arra, hogy az MCU főlogenje nem Hugh Jackman lesz, ezért akár a Deadpool 3 ba ismét szomorú bucsút vehetnénk tőle, és majd talán a titkos háborúkba ismét találkozhatnánk vele. Azt lehet, hogy teljesen másképp fognak alakulni a dolgok, én csak elmondtam az én elméletemet, hogy szerintem ez lenne a legegyszerűbb és talán a legokosabb megoldás is, persze lehet, hogy a, a történetírói majd valami sokkal Jobban fognak előállni, legyen úgy. De szerintem itt nem az a legnagyobb kérdés, hogy Logan hogy fog szerepelni a Deadpool 3-ba, hanem hogy Deadpool és Logan hogy fog átmenni az MCU-ba. Ez a következő videóm témája lesz, ahol egy Deadpool és egy TV és teóriát fogok elhozni nektek pár nap múlva. Szerintem elég érdekes lesz, úgyhogy ha nem akartok lemaradni róla, akkor iratkozzatok fel. Viszont ez a videó és teória szerűség ennyi lett volna. Kommentbe írjátok le, mit gondoltok erről, és hogy szerintetek, hogy fogják ezt a login kérdést megoldani. Mondom, én biztos vagyok abban, és ezt Hugh Jackman is megerősítette, hogy nem fognak a 2017-es Logan filmhez hozzányúlni. Az úgy jó, ahogy van, azt fölösleges lenne tovább bolygatni, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, hogy hogy fogják ezt az egészet megoldani, úgyhogy kommentben mindenképp írjátok le. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép napot, sziasztok!